Sziasztok! A felhúzással kapcsolatban az egyik elsődleges dolog, amit meg szoktunk tanítani, az az, hogy a lábakból kell, hogy történjen a mozgás, és kvázi fel kell guggolnunk a súlyt, mert ez egy teljes testgyakorlat, ahol szeretnénk az összes izmunkat kihasználni a súly mozgatásához. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell a hátnak erősnek lenni egy nagy húzáshoz. A továbbiakban azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan tudjuk a hátat erősíteni, kifejezetten ahhoz, hogy a felhúzásunk nagy és erős legyen. Megnézzük majd azt, hogy milyen gyakorlatokat érdemes használni, ezeket hogy érdemes kategorizálni, beosztani egy héten belül, milyen ismétléstartományt érdemes használni, és aztán megnézzük külön-külön a gyakorlatokat is, hogy milyen fő pontokra kell figyelnetek közben. Na nézzük akkor először a tervezés részét a dolognak. A felhúzás erősítésére háromféle gyakorlatcsoportot tudunk használni, plusz a felhúzás természetesen. Az első gyakorlatcsoport a felhúzás variációi lesznek. Nagyon fontos, hogy ez lesz az a gyakorlatcsoport, amelyre a legnagyobb fókuszt érdemes, a legnagyobb hangsúlyt érdemes fektetni, hiszen hogyha arról van szó, hogy a hátat a felhúzás közben szeretnénk erősíteni, és azt szeretnénk, hogy a hát a felhúzás közben tudja ellátni a feladatát, akkor ezt a felhúzáshoz közeli mozdulatokkal érdemes megtennünk a leginkább. Itt most a hát erősítésen nem feltétlen csak azt értem, hogy a felső hátat és a széles hátizmot akarjuk erősíteni, hanem azt, hogy egy egész egységként a gerincmerevítőket, a törzset, akár még a combhajlítót, a farizmot, az egész hátsó láncot akarjuk megerősíteni ahhoz, hogy felhúzás közben meg tudja tartani a stabil és feszes pozíciónkat, miközben a súlyt mozgatjuk. Az első csoport gyakorlatai tehát a variációk lesznek, amelyből csinálhatunk megállított felhúzásokat. Ezt a gyakorlat különböző pontjain, a mozdulat különböző pontjain tehetjük majd meg. Lassított felhúzásokat, amikor a felfelé vagy lefelé szakaszt lassítjuk, illetve másfél ismétléses felhúzásokat. Természetesen van még rá egy csomó variáció, mi ezeket szeretjük előnyben részesíteni. Mit szeretnénk ezektől a gyakorlatoktól, és mi a közös ezekben a gyakorlatokban? Az, hogy a felhúzás mozdulatát valamilyen ponton vagy lassítjuk, vagy megállítjuk, ezáltal maximalizáljuk az izomfeszülési időt a hátban, tehát abban az előredőlt pozícióban, amikor igazából a legnehezebb megtartani a feszességet, amikor ugye be akar minket görbíteni a súly, akkor kell a hátunknak erőlködni, nagy erőt kifejteni azért, hogy ne tudjon begörbíteni minket a súly, hogy feszesen tudja tartani a gerincünket. A következő gyakorlatcsoport a kiegészítők lesznek, ahol még mindig a felhúzáshoz közelálló mozgásokat fogunk csinálni, és még mindig teljesítményfókusszal, viszont a mozgás már egy picit kevésbé fog emlékeztetni a rendes versenyfelhúzásunkra. Az első ilyen gyakorlat a román felhúzás lesz, aztán a pendléjevezés és a döntött törzsűevezés. Ebben közös az, hogy hasonló pozíciókat veszünk fel a gyakorlatok során, mint felhúzásnál, de az erőkifejtés mégsem úgy történik azért, mint a rendes felhúzás esetében, és ezt már egy kicsit, ezeknél már egy kicsit elmozdulunk az izomépítő jellegű gyakorlatok felé. A román felhúzással azt szeretnénk elérni, hogy a hátnak végig egyenesen kelljen tartani a gerincet, miközben fellemozgatjuk a súlyt. Ugye itt már egy kicsit combhajlító specifikusabb terhelésről beszélünk, de mégis a hát szerepe elsődleges lesz. Pendléjevezés egy földről végzett döntött törzsjevezés lesz, ami megint csak egy kicsit teljesítményfókuszúbb gyakorlat. Tehát nem azt szeretnénk sem a pendlé, sem a döntött törzsjevezésnél, hogy a hátat izolálni tudjuk, és hogy semmilyen lendület kiküszöbölésével tudjuk végezni a gyakorlatot, hanem azt szeretnénk, hogy egy teljesítményfókuszú gyakorlatot tudjunk végezni, A-ból B-be tudjuk mozgatni a súlyt minimális lendülettel, és közben a súly használatát maximalizálni tudjuk. És jönnek a képbe utána az izolációs jellegű gyakorlatok, egykezes evezés, melltámaszos evezés, húzóckodás, és nyilván van még egy csomó ilyen a gépes evezések, csigás evezések, lehúzások, tényleg amire tudtok gondolni, ami tényleg arra azt hivatott elérni, hogy a hátunkat, mint olyat, tudjuk vele kvázi tényleg idézőjelben, mert nyilván ilyet nem lehet, de izolálni. Tehát itt most már a felhúzáshoz semmi köze nincs ezekhez a mozgásoknak, csak azt szeretnénk velük elérni, hogy a hátunknak tudjuk stimulust adni, és izmosodjon tőle a hátunk, amit utána majd tudunk használni a felhúzásoknál. Nézzük meg, hogy ezeket a gyakorlatokat hogy érdemes végezni, és aztán beszélünk majd arról, hogy érdemes a heti edzés programotokba beépíteni őket, milyen ismétlésszámmal és milyen gyakorisággal.
Kezdjük a legfontosabb gyakorlatcsoporttal, a megállított variációkkal. Ezek nagyon hasznosak arra, hogy a technikát rögzítsék, illetve a felhúzást erősítsék. Különböző pontokon állíthatjuk meg a rudat. Én azt javaslom, hogy térd alatt egy ilyen 15 centivel próbáljátok ezt a megállítást időzíteni, és nagyon fontos, hogy figyeljünk közben arra, hogy ne engedjük, hogy a rúd a pozíciónkból kimozdítson minket. A kétszer megállított felhúzást kétszer fogjuk megállítani, egyszer a talaj fölött éppen elemelve, és egyszer pedig a térd alatt. Ez nyilván kicsit kisebb súllyal végezhető majd, és még inkább alkalmas arra, hogy a különböző pozíciókban meg tudjunk erősödni, és ne hagyjuk azt, hogy begörbüljön a hátunk, és kimozdítson minket a rúd abból a pozícióból, amit szeretnénk. Aztán a megállítást lehet hosszan is végezni, 5-ig számolásig szoktuk ezt kérni a tanítványainktól, tehát megállítjuk a megfelelő ponton a rudat, 5-ig elszámolunk, közben figyelünk arra, hogy a hátunk feszes maradjon, és folytatjuk a gyakorlatot. A térdig lassított felhúzás azért nagyon jó gyakorlat, mert a felhúzásnak a helyes dinamikáját segít gyakorolni, ugyanis felhúzásnál nem felrántani kell a rudat a talajról, hanem szép türelmesen, erősen megindítani, és aztán ahogy indul a rúd, úgy rágyorsítani. És ezt lehet ezzel gyakorolni. Tehát körülbelül egy 5-ig számolásig emeljük a rudat a térdünkig, és aztán gyorsítsunk rá. A másfeles felhúzással szintén az alsó szakaszt tudjuk gyakorolni. Minden második ismétlést kell csak befejeznünk teljesen, és minden másodikat pedig csak térdig húzzunk. Ezáltal a kritikus tartományban tudunk még jobban erősödni, és egy kicsit kevésbé terheli a hátunkat a gyakorlat. Megérkeztünk az evezésekhez. A pendléjevezés lesz az erőfejlesztő jellegű evezésünk. Itt minden ismétlést a földről fogunk kezdeni, és fontos, hogy ezt egy pici lendületből lehet végezni. Ne egyenesedjünk azért föl a végén, de ahogy a videón is látható, érdemes beleadni az egész test erejét, és köldökhöz behúzni a rudat, lábból indítva a mozgást. A döntött törzsű evezést sem javaslom azt, hogy ilyen gyúrós módon csináljátok, egy pici lendületet ebbe is érdemes beleadni, hiszen ekkor fogja erősíteni a csípőnket is, és az alsó hátunkat, és tényleg az egész hátsó mozgásláncot. Természetesen itt se csaljatok azért túl sokat. Egykezes evezés most már egy izolációsabb jellegű gyakorlat, ugye, ahogy a táblánál is elmondtuk. Itt tehát érdemes kicsit lassítani a mozgást, figyelni arra, hogy megnyúljon a széles hát és összehúzódjon a mozgás végén. A melltámaszos evezése szintén igaz ez, próbáljuk eltávolítani a lapockákat egymástól a mozgás alján, és ahogy behúzzuk a hasunkhoz a súlyzókat kicsit egy ilyen ferde irányba, akkor pedig a lapockák zárására próbáljunk koncentrálni. És ezt is kontrolláltan lassan végezzük. És hát a húzóckodást azt hiszem nem kell senkinek se bemutatni. Amit itt általában el szoktak rontani, az az, hogy a lábukat összekulcsolják az emberek a testük alatt. Érdemes egy kicsit a lábunkat előre tartani, így a hasunk jobban tud segíteni a mozgásban. És akkor végezetül nézzük azt, hogy hogyan tudunk összerakni egy edzéshetet, és egy hétben hogy érdemes ezeket a gyakorlatokat összetömöríteni. Ha 3 napos programban gondolkozunk, akkor ugye valamikorra érdemes a rendes felhúzásunkat berakni. Ezt a középső napra érdemes általában csinálni. Egy 3-5 ismétléssel mondjuk a középső napon húzunk. A variációt, tehát a húzásnak a legközelebbi variációját, a megállított gyakorlatokat és a többi, az utána lévő nap érdemes csinálnunk. Ugye ott egy kicsit már fáradtak leszünk az előtte lévő napon történő felhúzástól, még akkor is, hogyha van közte 1-2 pihenőnap, de itt a teljesítmény úgysem annyira fontos, inkább az a lényeg, hogy még egy plusz stimulust tudjunk adni ezzel. Tehát egy 4-6 ismétléses variációt tudunk csinálni a felhúzás utáni napon. Az üresen maradt első napon tudjuk csinálni a kiegészítő gyakorlatunkat, és az izolációs gyakorlatainkat pedig igazából bedobálhatjuk, ahova nekünk tetszik. Szerintem érdemes a felhúzás és a variációt párosítani egy-egy izolációs gyakorlattal, hogy biztos, hogy mind a 3 napon maximalizáljuk a hátnak a terhelését. Ez már, amit itt most felvázoltunk, egy elég hát-specifikus, hát-centrikus megközelítés, és ha valaki így edz, akkor valószínűleg a guggolásokat, ha nem is háttérbe kell szorítani, de egy picit óvatosabban érdemes végezni, és esetleg több olyan guggolás variációt csinálni, ami a hátat kevésbé veszi igénybe. Tehát elő guggolások, high bar guggolások, egy lábas gyakorlatok.
Hogyha ezt egy 4 napos programban akarjuk elképzelni, akkor igazából nagyon hasonló lesz a sztori. A középső napon csinálunk, a második napon egy felhúzást 3-5 ismétléssel, előtte egy kiegészítő napot tartunk 6-8 ismétléssel, utána a felhúzás utáni napon csak egy kicsit pihenősebb, izolációs jellegű gyakorlatot végzünk, és az utolsó napon halmozzuk még egy kicsit a volument, elvégezzük a variációnkat és még egy izolációs gyakorlatot. Ez nem szentírás természetesen, amit itt most láthattok, ez egy olyan felosztás, amit én úgy gondolom, hogy érdemes csinálni és érdemes így hozzáállni a dolgokhoz, de természetesen egy csomó minden attól függ, hogy a guggolásaitokat hogy végzitek. Az említett felosztásoknál, hogyha most a guggolásról egy picit még beszéljünk, mert nyilván az nagyon komoly része egy erőemelő edzés programnak, akkor én azt csinálnám, hogy a felhúzás előtti napon guggolunk, a kettő között azért legyen pihenő nap, és a felhúzás utáni napon csak egy könnyű guggolást végzünk, és még az utolsó napon végezzük a variáció mellett a másik nehezebb guggolásunkat, hogy nagyjából egy héten belül úgy tudjuk elosztani a programunkat, hogy maximalizáljuk a fő felhúzás és a fő guggolásnak a teljesítményét. A kiegészítőkre, a kicsit fáradtabbak vagyunk, az meg már nem gáz. Remélem, hogy adtam pár hasznos tippet nektek arra, hogy a felhúzáshoz hogyan erősítsétek a hátatokat. Hogyha szeretnétek letölteni az ingyenes edzéstervünket, ami direkt erre irányul, akkor kattintsatok a videó alatti linkre. Addig is edzetek keményen, egyetek sok gumicukrot. Szavaztok!